Nem a saját hajamba fogok menni, hanem Dél-Afrikában egy másik típusú hajó volt ott kint használatra, és ez nagyon megtetszett, és itthon most a sajátom, a Plastex Fighter és a Nélo Synco között tesztelgetünk, hogy melyik lesz a végső befutó, szerintem erre körülbelül egy-két héten belül választ is adom majd. Én amúgy így nem annyira szeretek változtatni, de ez bizonyos paraméterekben olyan jót nyújtott, hogy nem tudom figyelmen kívül hagyni, és hogy most ez sebességben, meg időben megmutatkozik, ezt most próbáljuk megnézni. 3 éve voltam már Dél-Afrikában, ez most egy kicsit kellemesebb csalódás volt, mint a 3 évvel ezelőtti. Akkor is nagyon jól éreztem magam, meg akkor is nagyon hasznos volt, de most egy másik szálláson laktunk, és itt tényleg tökéletesek voltak a körülmények, tehát egy teljesen szeparált két hálószobás apartmanban laktunk ketten, a víztől körülbelül 200 méterre, tökéletes időjárási körülmények voltak, tehát hogy talán egyetlen egy edzést halasztottunk el eső miatt, úgyhogy az is nagyon jó volt, nem volt nagyon nagy szél, és hát dolgoztunk is nagyon sokat. Úgyhogy én remélem, hogy meg lesz ennek az eredménye, mert hát voltak még pontok ott Dél-Afrikában. Tehát azért kicsit feletteti az emberrel a jó környezet, de 13 napig, ugye 3,5 hetet voltunk kint, és 13 napig nem volt egész napos pihenőnk. Tehát a 13 napot végedzettünk folyamatosan szinte. És ott azért adódnak problémák az emberre közben, lelkileg, meg fizikailag, de hát ez is egy próbatétel. A technikának a visszanyerése, az állóképesség újraélesztése, vagy nem tudom, mert hogy ez ugye már van, meg ezért dolgozunk folyamatosan, de a vízen végzett munka az mindig egy kicsit más. Mármint nem is kicsit más, hanem nagyon más, és az elején nagyon megviseli a szervezetet maga az, hogy kajakozni kell naponta kétszer. Most még itt vagyunk a héten Dunaversenyben, utána a szezon végéig, ha minden igaz, akkor Szolnokon leszünk, és május végén lesz az első válogató, június közepén a második válogató, utána, ha ezek jól sikerülnek, akkor Európa játékok, és ugye az év fő célja a kvalifikációs világbajnokság Szegeden augusztus végén.